Ott egy mókus volt. Baszki. Jó reggelt. Blogolok egy kicsit. Ma, nem tudom mikor lesz feltöltve. Fenyősben van. Ma viszem Clarence-et ivartalanítani. Azt hiszem fél 11-re kell menni, nem tudom pontosan. Pillanat, mert magam mozgatérék, most még kapcsoltam be már most. Na, köszönöm, bedugom a hajvasalat, mi Krisztusára alszik. Talán fél hét lehet most. Megpróbálom kibontani egyáltalán a hajamat, mert megmostam, de nem volt erőm kifésülni. Kávét is jó lenne inni. De lehet, hogy rossz lenne. Most meg ki akar menni a macskám, mint az állat, de eddig nem akart, érted? Sosem akart ki menni. Most ki akar menni. Most ki akar menni, de most meg nem fog. Ott össze legyél, fészik az én is, értelek. Levettem róla a nyakörvet is. Nem utazott még soha kocsiba, mármint hogy egyszer, mikor megtaláltam, akkor igen, meg mikor? Akkor. Egy csomó lett itt. Ezt nem veszem föl, mire én ezt kibontom. Még nem bontottam ki, csak nagyjából. Most lehet, hogy egy kávét meginnék, csak az a baj, hogy nincsen olyan, ami csendes. Csendes kávém nincs. Fenyő. Most nem adok neked enni, mert Clarence se ehet, úgyhogy te mindjárt elmész kifele. Jaj, de viszket a fejem, aztán már mostam hajat. Jaj. Köszönöm, egy csendes kávét. Egy csendes. Nem, és már jön a szeszír. Be kéne engednem. Gyertek, muckák, kimentek a faszomba. Clarence, te nem, mert ő az első, aki... Ki akar? Ó, Christopher kiburította ide a cukrot este. Be, fölmelegedett a... izém. Hajvasalom. Na, most összeszedem magam, ezt nem akarom itt elrögzíteni, mert mit művelnek ezek, összeverekedtek. Nem is magamat veszem. Na, csinálok magamnak valami tejet. Ne ilyen fúj legyen. És akkor... Majd megláttam, hogy leszek-e, vagy már csak, ha megyünk. Tudok vlogolni, mert az Évi vízbe. Mert ő is viszi a kutyáját. Na hát, most megláttam, hogy nagyjából a hajam, de úgyis összekötöm. Na mi van, Móni? Nem most, nem öblíts el. Jó, mindegy, hagyjuk. Vom le a kávét, mert már nem bírom.
lehetne csinálni ilyen ízételjet is. Habosított, blablabla. Mikiéknek tök jó kávéfőzőjük van. Bele rakja azt a szipkát, és kiszívja magának a tejet. Nem tudok Lerenc semmit adni, ne haragudjál, mert el lesz ő altatva. Sajnálok. Nem bírom én lelkileg ám az ilyen dolgokat, hogy ivartalanítás, meg a műtét, meg mikor semmi baj, és elviszem, hogy meg legyen műtve. Ez régen egyébként nekem ilyen, fú, nagyon ilyen kérdés volt, hogy ez... Szeszi, szállá! Hogy nem a gonoszság, tudod mi az, hogy gyere, nem ehetsz papám semmit most. A virág haját lenyelted. Fúj, torkába húztam ki. Akkor már nagyon éhes. Tegnap este óta nem szabadott neki adni semmit. Úgyhogy pont tegnap fogyott el a macska konzerv. Úgyhogy nem is tudok. Majd talán már ma. Még nem jött fizetés. Hát az hogy lehet? Már várom pedig. Na, de a lényeg, hogy... Hogy azt a papírt akartam, amit azt mondta Kati, az asztalon van az a papír, amire ráírtam, hogy így, hát hol? Én nem találogatok papírokat, én kidobok mindent. És 10:30-at mondom, nem emlékszem, hogy 10:30-ra kell menni, vagy 9:30-ra. Kati, megőrítod az asszony, asszonygyára odarakta az asztalt. Hát én itt papírokat fogom, azt dobom el. Még a hivatalos papírok. Mármint, hogy nem nagyon van íze. El szoktam dobni, nemhogy izé. Azt sem tudom, mire írta föl. Szóval még elképzelésem sincs, hogy hogy néz ki az a papír. Itt van. 10:30, péntek 10:30. Akkor jó. Február 14:00, az meg mosdós, de azt meg hol a naptáron? Azt meg kell beszéljem a... Meg kell kérdezzem a Katitól, hogy Krisztófert végéjébb veszem. Hogy mosdósra kell menni, vagy Kaposvárra, mert ezt még nem tudom, ugye. Viszont egy napi vacsora volt. Jogokat is ki kéne engedni, de ennyi, nem tudok. Meg észre sem vagyok térve. Na, akkor azt beírom. Tegnapi nap az. Tojásnál tartottak, tegnap hoztam be 3-at. 21 darab. Plusz 3. Na most írom, hány tojásom volt egy évben. Vagyis hát december 23-tól. Na, szóval mi volt még itt nekem? Ma 6-a van, 10:30. Éva, hangüzenet, Bartalanítás.
És akkor február 14 Valentin nap. Ooh, I love you. Úristen, ez nem február, mert van benne 30. Akkor ez milyen hónap? Ja, ez még csak a január. Ja, ez a február 14. Ja, itt írja is, hogy második hónap. Február 14, az milyen nap? Hétfő. Vagy mi? Hogy nem tudjam? Hétfő, jó. 14:00. Kiko. Mosdós. Csak azt tudjam, hogy lehet, hogy Kaposvárra kell menni, ezt én nem tudom. Jó, akkor eddig ezek a tervezetek. Meghallgatom a hangüzenetet. Na, emelj ki a tikokhoz, odaadom nekik a maradék borsófőzeléket, meg a krumpli héját, remélem, hogy a Krisztofár most nem fog felébredni. Gyorsak kemények, mert a Lerenc is tűn. Jézusom, annyira hideg van, mint az hal. És le is van fagyva itt minden. Uram, atyám, hú, de hideg, paszki, most nem állok be kocsival, nincsen milyen világos, mint amennyire látszik. Le van fagyva, ez az iPhone, ez durva a világosságból, jaj, kiöntöttem félre. Lefagyott a kapu. Meg a víz. Kell nekik, majd hozzak valami vízecskét. Ha legalább nem sárba tötyörázni. Ide kijöntöm, hogy ebből tudjanak csipegetni. Itt meg jön a szemetes, ki kell pasznom egy csomó mindent. Hideg van, úgy gyertek, népek. Már van egy tojás, ezek mikor kell? Majd na. Na még gyeretek! Móni! Gyere már! Istenem! Te egy úriasszon vagy! Vigyezkedsz már fél órája! Ott a tojat! Jó, még meleg! Na, hogy lehet, Csedvica? Na, esznek is. Ez még a tegnapi maradék. Most nem is adok nekik, majd hazajöttem akkor. Na, most elviszem a Krisztofert. Akkor majd adok nekik vizet is. Most nem adok semmit, mert föl kell, Kiko be lesz, és nem talál. Akkor nagyon ideges lesz. És akkor el van cseszve az egész napunk. Most ilyen ferdehajlamúba tudom csak tartani. Hú, de hideg van. Azt a rohadt életbe. Ez durva. Hú, be is kéne hoznom a cipőmet. Hát tudod, mikor fogok jéghideg cipőt felvenni, Móni. Hú. Jó, meg is érkeztem. Hú, de hideg. Felteszem ide a konvektor. Ott a tojás, Mónika. Valami is volt. Most megvárom a mai napot. Majd csak utána fogok létszámot adni a tojásra. Mondd meg! Vannak a tojátok. Van benne ilyen másik színű is, és nem tudom, hogy... De nem hisz, ez rendes tyúktojás, nem hiszem, hogy a csirke. De miért van ez, hogy néha fehéret? Tojátoznak néha meg barna. Barnásak? Már nem barna.
Hú, de szomjas vagyok, iszok egy magnéziumot. Föl kell töltsem az akváriumot, mert amennyi elpárolgott, ilyen hülye hangja van. Ott az orvi. Én meg addig iszok egyet, mert szomjam beszél. Készítek ki eddig ruhát neki, amik felébred. Valamelyik pillanatban megtörténhet a fölébredés. Na hát. Én vagyok a bálnahát, és az árak. Hű, na hát. Az jó volt az ilyen. Na, mit vlogolok ennyi kiszon? Nincs beszélnek. Jó, vízköves vizet, igyad vissza. Clarence, ha még egyszer ide kerülsz a lábam alá, még a pöcsödet is levágatom. Na, most egy kis kávét még magamhoz vételezek. Meg sem hallgattam a vizét, hangüzenetet, vagy igen? Nem tudom. Na, jó van, akkor elvileg legközelebb az Évi autójában találkozunk. Ennyi. Bekapcsoltam a lassítást. Na, Clarence-em ott van hátul, elindultunk Bonyhádra. Hát nem tudom, hogy végül nem az Évi kocsijával mentünk, mert én nekem meg be kellett mennem beutalóért az orvoshoz, de aztán közben azt is felhívtam, de az Évi még nem volt elkészülve, mert azt mondta 10-re jön, azt nem ért oda. Én meg attól nagyon ideges vagyok, amikor várnom kell, ezért nem szeretek. Ezért én gyűlölöm, ha nincs autóm, mert nem szeretek senkire hagyatkozni, vagy hogy mondjam. Én ezért szeretem a függetlenséget. Beülök, akkor megyek, jövök, amikor akarok. Na mindegy, de itt jön mögöttünk az Évi az autóval, amúgy le akartam húzni a vállamat, hogy ott, de nem látszik. És most sír a Clarence, én is fogok. Ja, úgyhogy most oda megyünk az állatorvoshoz, majd megkérdezem a részleteket, hogy mi hogy működik, és akkor mennyi idő, mikor jöjjek vissza érte. Aztán majd jelenkezik. Na, itt van már Clarence hátul. Ledobjuk, mert nem kell oda. És most megyünk a Christopherért, csak olyan gyorsan történt minden, hogy szóltak, hogy jöhetünk érte, pont akkor álltunk a Tesco parkolóba, akkor kiszálltunk, vagyis följöttünk, kiszálltunk, akkor bement előttünk egy bácsi a kutyusával, azt hittük, hogy sokáig ott lesz, de aztán végül nem. És, ja, itt már képben vagyok, hogy hol vagyunk. És 40, mondtam, hogy 40-ig várok, 3 percet még, és 1 perc múlva kijöttek, hogy vihetem a cicát, mert kész van, úgyhogy már nem is kameráztunk, gyorsan beütünk a kocsiba, azt mentünk, jöttünk, mentünk. És most a Christopherhez repesztünk, utána meg utána haza, és akkor meg megmutatom a macskát. Szegény, olyan, mint egy halott szoró. Ott van a Clarence-ünk. Ide tette a konvektor elé, hogy ne fázzon, hogy ki szokott lenni hűlve, szegénykém. Olyan rossz így látni. Kicsit a füle hideg. Szeszi. Itt volt egy egér, azt a Beki meg kinyírta. Christophernek meg a sok ruhája. Most se tudom, mik vannak ebben. Ja, ez ilyen nyári. Na mindegy, most hagyom pihenni. Aztán majd... Jó van. Húzzá el, majd találkozunk. Lecsuktam. Én nem tudod kinyitni. Fölnyílik, csak vigyázz, ne. Elvileg nincs, de mindjárt ide kiállok, mert megnézem a tyúkokat. Ma hol a kulcs? Azt mondtad, hogy rakja. Jaj. Ja, itt van.
megnézzük, van-e tojás. Harkon kemet. Ő se éri. Mindjárt jövök, bazd meg! Most ott ragadsz be. Nyitva? Akkor visszaviszem a kulcsot. Azt is túró, Rudi. Hú, de hideg van. Hol? Na, kösz. Megnézem. Tojatokat. Mi? Hája. Na, majd beszélünk, akkor értekezünk. Na, csövász! Vannak a tikok. Hogy siet? Hát nem hoztam semmit, Móni. Majd mindjárt kiengedlek titeket. Ha Beki elhúzott be. Olyan gyönyörű. Hát olyan szép vagy. Jó, húsosak vagytok. De ne féljetek, nem váglak le titeket. Na, nézzük meg, hogy tojtatok-e. Hát mondjuk tojhattak, de mindenki most itt van. Éhesek, azt mondják. És nem volt tojás. Máma kicsit szegény, és a felhozata tojásból, de megfötröm, mert náluk nem lehet tudni. Majd... Jaj! Beki, gyere, gyere ide! Nézd, és megy el a kis köcsög. Gyere ide! Beki! És ott lesz ki, te kis ganyédom! Gyere ide! Gyere ide, Beki! Gyere! Hogy az a piszok formát, hogy nem figyelsz ide. Csak most kiengedtem a tyúkokat, és ez meg majd elkapja őket. Gyere ide, Beki! És nézd, megy a köcsög. Nem törődik ez vele. Ezeknek hat kapirgásszanak. Jaj, ne menj arra! Ne menj arra! A jó kulva anyád. Úgy. Ide kiszoktam, hadd menjenek. Csak majd megjön az úrfi. Úrfi? És Clarence-be vagyok elgondolkozva. Jön a Beki, akkor meg megint basztatja őket. Megőrítene. Most már ne férjetek ki, nem tudom, hova ment. Na jó, van, nem megyek be, mert a Christopher meg ott van. Ott csücsül. Itt a medence. Lassan már korsőzni lehet rajta. A jegén. Én majd figyelem a kutyát. Ne bántsa már tikjaimat. Ja, úgyhogy most várakozunk, hogy a Clarence ébredjen fel. Reméljük, hogy ez állandóan bevesz a szájába valamit. Ez az úrfi. Tágaségen andalom. Mit csinálsz, babucskám? Mit csinálsz? Kerekét ne edd meg, szívem. Itt van, ezekkel lehet játszani. Van valami a... Ah, nincs semmi a szádba? A tata, igen. A tata irata. Na, olyan gyorsan felporszívóz. Elhúzom a függőn. Nem szeretem, ha el van húzva, de látni akarom a Bekit, mert csirkeölő. Na,
Majd még újra jövök. Lerenszító, itt van a nappaliba, édes nyuszikája. Szegény fülye. Clarence, hova futottál? Christopher egy kicsit átrendezte. Szia, Fenyő. Itt vagyok. Móni. Mert a Becky is megjelen. Na mindegy, szóval Clarence, tök jól van már. Jó, Christopher, gyerek jónnan, hát ne izé engem szórakoztas már egész reggel. Nem akar ki ide mutatkozni, de amúgy nagyon jól van, Clarence. Igaz, Becky? Te is jól vagy? Most megint mászik, de már tud járni. Szerencsére. Szóval láthattátok, hogy Clarence nagyon jól van. Én meg álmos vagyok, úgyhogy arrivederci. Éljetek, ahogy tudtok. Arrivederci, amúgy. Oh, 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 oh.